Pro App Podcast. Hallgass bele Magyarország legszínesebb vállalkozóknak szóló podcastjébe. Sziasztok! Móresz Márton vagyok, a Proactive Bookkeeping Kft. Alapítója és ügyvezető igazgatója, és a Pro App Podcast házigazdája. Kinek szól a podcast sorozatunk? Érdekes és hasznos témákat mutatunk be szakértő vendégeink segítségével, a vállalkozást indítóktól, az egyéni vállalkozón át, a kisvállalkozókig, mindenkinek. Negyedik adásunknak vendége pedig nem más, mint Miklovics László Péter, a Gordius Solution Standard Kft. Alapítója és ügyvezető igazgatója, és ez a pályázatokról alapszinten második része. Péter, üdvözlünk az adásban! Üdvözlök én is mindenkit, szervusz! Akik az első részét nem hallották volna az adásunknak, azok kedvéért szeretném nektek bemutatni Miklovics urat. Miklovics László Péter, a Gordius Solution Standard Kft. Alapító és ügyvezető igazgatója, 15 éve dolgozik pénzügy területén, ebből 11 éve a pályázati piachoz kapcsolódik az ő karrierje. 2013-ban alapította meg a Gordius Solution Standard Kft.-t, jelen pillanatban 83 fős csapattal országos szinten szolgálják ki a vállalkozókat és magánszemélyeket. Egészen pontosan eddig 6129 darab ügyfél bizalmát élvezik, és 46,7 milliárd forintnyi megnyert támogatás köszönhetnek nekik magánszemélyek és vállalkozások, és a megnyerési arányuk pedig 88,4%, ami egy bődületesen magas szám. Péter, még egyszer köszöntünk szépen az adásban, és ugye az első adásnál nagyon sok mindenről beszéltünk, hogy néz ki egy komplett pályázati életút az első gondolattól a pályázat teljes lezárásáig, milyen típusú pályázati kijárások vannak, mik a leggyakrabban előforduló kérdések, mi múlik egy pályázat sikeressége, miért fontos a pályázati szempontból a jelenlegi időszak és az előző 7 éves ciklushoz viszonyítva, beszéltünk a trendekről, beszéltünk arról, hogy ha soha nem pályáztam, akkor hogyan kezdjek neki. Ma pedig az adásban további pályázatokhoz kapcsolódó tippeket, trükköket és hasznos információkat fogunk megosztani. És első kérdésem pedig az lenne, hogy ha már a pályázatokról beszélünk, akkor beszéljünk azoknak a feltételeikről. Mik azok a feltételek, amelyek szinte minden pályázat esetén meg kell felelnie egy vállalkozást? Ezek a feltételek ugye egész pontosan gyakorlatilag minden pályázati kiírásnál egy kicsit módosulnak, egy kicsit mások, de hogyha a legáltalánosabb dolgokat szeretném összeszedni, akkor mindenképpen kérnek legalább egy lezárt teljes üzleti évet. Ez ugye nem 365 napot jelent, hanem egy január 1-től december 31-ig tartó teljes üzleti évet. Tehát, hogyha valaki mondjuk most 2022 márciusában alapít egy vállalkozást, akkor ugye neki nem 2023 márciusában lesz az első teljes lezárt üzleti éve, hanem 2024 elején. Tehát ez egy elég általános feltétel, és 99%-ban a vállalkozás fejlesztéses pályázatoknál kéri. Egyébként valahol többet is kérnének, de az egy, az a minimum. Aztán, ami szintén megjelenik még ilyen alapfeltételekként, az előző éves statisztikai létszámra vonatkozó minimum szám, ami általában egy, de ez is lehet kettő, vagy akár három is. A pályázatok szintén nagyon nagy részében az átlagos, vagyis a csak kettős könyvitelt vezető gazdasági társaságok pályázhatnak. Ezt úgy vettük észre, hogy sok cégvezető fejében nem teljesen egyértelmű, hogy mit jelent, de hogyha valaki rendelkezik mérleggel és eredmény kimutatással, akkor szinte biztos, hogy megfelel ennek a kitételnek. Ugye egy jó könyvelő ebben tud segíteni, hogy értelmezze, mi az, hogy kettős könyvitel, úgyhogy talán ebben fognak találni segítséget. Igen. És általában a bevétellel kapcsolatban is van valamilyen féle olyan minimum meghatározva, ami ha nem is az alapfeltételeknél, de a pontozásnál biztos, hogy kijön annyira, hogy ezt is bevehetjük az alapkritériumok közé. Illetve, hogy a kizáró okok közül nem él egyik se az adott pályázat esetében, de talán most ebben annyira nem mennék bele, vannak olyan kizáró okok, amik gyakorlatilag minden pályázatról kizárják az adott vállalkozás, mint például egy munkaügyi bírság.
És milyen ilyen kizárókok vannak? Szerintem azért, mivel ugye ennek a műsornak a fő célja, az pont az edukáció, ezért itt most nyugodtan belemehetsz ebbe. Mik azok a gyakorlatilag ilyen KO pontok, amivel az ember egyből be kell, hogy lássa, hogy hát ebben az évben, vagy akár a következőben nem fog tudni pályázni, de hogyha ezt rendbe teszem, akkor utána minden rendben lesz. Igen, azért itt is megfogalmazható, és talán összegyűjtett egy 4-5 olyan általános KO kritérium, ami hogyha fennáll egy vállalkozásnál, akkor ők azért ugye 1-2 évig nem tudnak pályázatokban gondolkodni. Ilyen például az, hogyha saját tőke az a teljes üzleti éves beszámoló alapján negatív az utolsó évre vonatkozóan. Az is ide tartozik, hogyha a saját tőke a törzstőke alá, vagy a jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökken, akinek az adóhatósággal volt valami kisebb-nagyobb összetűzése, vagy be nem fizetett lejárt köztartozása van, akkor ők sajnos szintén nem tudnak pályázni. Az előbb említettem ugye a munkaügyi bírságot, ami az esetek 95%-ban kizárók. Itt azért mérlegelni szoktak a pályázatok, hogy mennyire nagy volt az a, és mennyire komoly volt az a munkaügyi bírság, de akinek mondjuk például egy be nem jelentett alkalmazott után volt munkaügyi bírsága, ő szinte biztos, hogy legalább 2 évre kizárta magát a pályázatokból. Talán ezek a legáltalánosabb kritériumok, illetve az úgynevezett nehéz helyzetben lévő vállalkozások nem pályázhatnak, ami egy elég nagy gyűjtőfogalom. És amit még ehhez hozzáraknék, az például a megvalósítás helyszíne, mert ez mondjuk nem egy általános kizáró ok, de a gyakorlatban nagyon sokszor mégis az. Nagyon sok esetben keresnek meg minket például budapesti cégek, és abszolút jó a cég, abszolút jó a fejlesztési ötlet, csak éppen a megvalósítás helyszíne, ami mégis a kizáró okok listájára helyezi ezt a projektet, ugyanis minden pályázatnál megvan adva, hogy hol lehet megvalósítani az adott fejlesztést. Ez nagyon leegyszerűsítve a vállalkozás fejlesztéses pályázatoknál a budapesti a vállalkozás vagy sem kérdés jelenti. Hogyha budapesti a vállalkozás és ott akarja megvalósítani a fejlesztését, akkor sajnos az esetek 90%-ában nem tud pályázni. Pest megye már egy fokkal jobb, és a Pest megyén kívüli régió pedig az abszolút támogatott. És ez ugye a székhelyére vonatkozik a vállalkozásnak, vagy egyébként a telephelyére is? Tehát mondjuk mi van abban az esetben, hogyha egy budapesti cégről beszélünk, egy budapesti székhelyi cégről beszélünk, de neki mondjuk van egy vidéki városban, vagy vidéki kiskösségben egy telephelye, és az igazolható, hogy az a fejlesztés az a vidéki telephelyen valósul meg, vagy hát ugye a fejlesztés oda irányul annak a telephelynek, akár vagy annak a telephelynek, vagy hát ugye annak a vidéki kirendeltségnek a fejlesztésével kapcsolatban. Ez így abszolút jó. Tehát itt a megvalósítási helyszín az lehet igazából székhely és telephely is. A lényeg, hogy egy hivatalosan bejegyzett telephely legyen, vagy székhely, és mindig a megvalósítási helyszín, ami számít. Tehát hiába van mondjuk az előbbi példánál maradva egy cégnek Budapesten a székhelye, hogyha neki van egy bejegyzett telephelye mondjuk Nyíregyházán, és ott fogja megvalósítani a beruházást, akkor az így abszolút működhet. Uh-huh. Jó, sokszor szokták szerintem még kérdezni tőletek, hogy de nyereségesnek kell lenni, hogy pályázhassak? Hát erre a nagyon rövid válasz az, hogy igen. A kicsit részletesebb válasz pedig az, hogy a pályázatokról sokan azt gondolják, hogy ez egy ilyen segély a vállalkozásoknak, és amikor már pont tönkre menne egy cég, akkor kap egy pályázatot, hogy ne menjen tönkre. Ez a gyakorlatban egyáltalán nem így van. Tehát a vállalkozás fejlesztéses pályázatoknak a célja az, hogy
a jól működő erős vállalkozásokat még jobban támogassa, és itt azért nem csak a nagy vállalatokra kell gondolni, hanem akár a mikro, kis és középvállalkozásokra is, akik egyébként a fő célcsoportja ezeknek a pályázatoknak, de ott is a jól működő vállalkozásokat szeretnék elsősorban támogatni, akikről feltételezhető az, hogy hosszú távon munkáját teremtenek, és ezt meg is tartják, és itt azért egy elég jelentős mérőszám az, hogy mennyire volt nyereséges, mekkora volt a bevétele az előző évben vagy években az adott cégnek. Tehát általában mondjuk így a KO kritériumok között általában nincs benne az, hogy mindenképpen nyereségesnek kell lenni a cégnek, viszont a pontozásnál már általában nagyon erősen kijön. Tehát a legtöbb pályázat ilyen pontozásos rendszerben működik, mondjuk 0 és 100 között lehet egy pontszámot szerezni, és akkor ugyanúgy, mint ahogy például egy felvételi eljárás, egy egyetemi felvételinél, attól függően, hogy mennyien pályáznak, attól függően, és milyen erős pályázatokkal, milyen erős pontszámokkal, attól függően alakul ki egy ponthatár. És ezeknél a pontozásoknál már nagyon-nagyon kijön az, hogy egy cég mennyire volt nyereséges, mekkora volt a bevétele. Tehát jellemzően azért számít az, hogy legyen egy szabad szemmel látható bevétele az előző évben vagy években. Az is fontos, hogy ez a bevétel, ez arányba legyen a fejlesztés összegével. Tehát ha valakinek mondjuk 10 millió forint volt a bevétele az előző évben, akkor az ne akarjon egy félmilliárdos projektet megvalósítani. De van egy-két olyan pályázat, ami pedig mégis ilyen kis mentőszerűségként működik, tehát például van egy munkahely megtartó támogatás, ami olyan cégeket támogat, akik mondjuk átmenetileg nehéz helyzetbe kerültek, de azért várható az, hogy ebből a helyzetből ki fog kerülni, és akkor például ott a pontozásnál kifejezetten előnyt jelent az, hogyha a cégnek a bevételei lefelé mentek az elmúlt időszakban. És van egy ilyen arányszám is? Tehát, hogy mondjuk tehát általában a nyereségességet azt az árbevétel arányában nézi meg egyébként? Tehát, hogy ilyen viszonyszám arányosításon, vagy összességében nézik meg, hogy X nyereséggel kell rendelkezni? Ez is egy kicsit pályázatfüggő. Olyan arányszám, például, amit sokszor néznek itt a pontozás alatt, az az egy alkalmazottra jutó bevétel. És amit az előbb is mondtam, például a pályázatban megjelölt fejlesztésnek mondjuk például az összköltsége nagyon nagy százalékban nem haladhatja meg az előző éves árbevételt. Ez talán ami egy ilyen fontos arányszám, és ami elég jelentősen megjelenik a pályázatoknál. És ugye szerintem egy tök fontos, nem tabunak mondanám, hanem inkább egy tök fontos alapigazságnak a pályázatoknak, amit mondtál, hogy tehát ez nem egy segély. Nyilván beszélünk majd külön az induló vállalkozások pályázatairól, de hogy ez nem egy segély, tehát nem a rossz állapotban lévő, csőd közelben lévő, holtpontra jutott vállalkozásoknak, hanem effektíve jól működő vállalkozások még jobban működése a főcsapás irányú pályázatoknál. Azonban ugye nem mehetünk el amellett is, hogy ugye koronavírus válság miatt ugye azért jelentős mennyiségű forrás bővítésre került ugye az úgynevezett újraindítási alapba, és az újraindítási alap perspektívájából is egyébként megállja ez a kijelentés a helyét, tehát hogy vagy most ez az újraindítási alappal azért jellemzően olyan vállalkozásokat is támogatnának, vagy támogatni fognak, vagy támogattak, akik alapvetően gondba kerültek. Lehet, hogy ez miatt egy kicsit lejjebb fog menni az általános mérce, de én azt gondolom, hogy ugye ezeknek a pályázatoknak az egyik fő jellemzője az, hogy egy konkrét fejlesztéssel kapcsolatban a támogatást, és nem működési költségeket lehet finanszírozni ezekből a pályázatokból, hanem fejlesztéseket, és még hogyha a pontozásnál mondjuk nem is jönnének ki annyira ezek a szempontok, akkor is a gyakorlatban azért mégiscsak kijönnek, mert hogyha egy cég már a meghalás szélén áll, akkor ő nem nagyon fog tudni fejleszteni, és nem nagyon fogja tudni beletenni azt a
30-40-50% önerőt a fejlesztésbe. De egyébként azért a tavalyi évben is láttunk erre példát, és szerintem a jövőben is fogunk, hogy az általad is említett például a koronavírusnak a negatív gazdasági hatásait azt azért próbálják majd egy-két ilyen közvetlenebb támogatással is ellensúlyozni. Úgyhogy a kérdésedre válaszolva azért várunk ilyen pályázatokat is. Biztos, hogy többet, mint amit az elmúlt 7 évben láttunk, de nem ez lesz a fő csapásvonal továbbra sem. És akkor beszéljünk egy picit az induló vállalkozásokról. A meglévő vállalkozásokról beszéltünk, az ő feltételeikről beszéltünk, a KO kritériumokról is beszéltünk. Mi a helyzet az induló vállalkozásokkal? Mit láttatok? Például, hogy tekintsünk vissza a múltba, hogyha valaki induló vállalkozáshoz szeretne pályázatot igényelni, mik voltak eddig egyébként a jellemzően az induló vállalkozásoknak a lehetőségei, és ti hogy látjátok, vagy most jelen pillanatban hogy van, hogy van-e vagy lesz-e ilyen jellegű támogatás? Az elmúlt években nagyon sok ilyen pályázat volt, nagyon sok induló vállalkozónak készítettünk pályázatot, és egyébként ez is egy fontos része a pályázati rendszernek, egy kis százaléka, de egy fontos része, tehát mezőgazdasági és nem mezőgazdasági területen is voltak olyan pályázatok, sőt, mind a két területen van egy-egy olyan pályázat, ami ha nem is minden évben, de mondjuk az elmúlt 7 éves ciklusban talán 2 évente megjelent mind a kettő kisebb-nagyobb módosítással. Például az egyiknél 40 ezer euró visszanemtérítendő támogatást lehetett igényelni induló mezőgazdasági vállalkozásoknak, úgyhogy igazából még önerő sem kellett hozzá, és kis túlzással szabad felhasználású támogatás volt. Tehát magánszemélyként kellett még a pályázatot benyújtani, nyilván egy jó üzleti tervvel, meg egy jó pályázattal, de aki nyert, azután ráadásul előfinanszírozásos formában megkapta ezt a 40 ezer eurós támogatást, amiből utána tényleg nagyon szabadon tudta elindítani a vállalkozását. Tehát gondolok itt olyanra, hogy a pályázatoknál sehol nem megengedett például a használt eszközök beszerzése, mindenhol új eszközöket kell beszerezni, de itt még a használt eszköz beszerzés, vagy mezőgazdasági pályázatról beszélve, akár még a földvásárlás is belefért a pályázatba. Ez alapvetően egyébként a mezőgazdasági iparágnak a speciális mi volt, tehát hogy akár mondjuk a használt eszközök, akár egyébként a földvásárlás támogatása? Igen, itt azért ugye nagyon fontos az, hogy legyen föld, és ez a legtöbb esetben egy KO kritérium, hogy valaki el tudja indítani a mezőgazdasági vállalkozását, vagy nem, és azért nagyon komoly árakon lehet most már földhöz jutni, és egyébként nagyon nehezen. Úgyhogy igen, részben ennek is köszönhető szerintem, részben pedig annak is, hogy a mezőgazdaságban nagyon nagy probléma az előregedő társadalom. Tehát múltkor pedig pont láttam egy nagyon jó statisztikát erre, hogy az Unióba, hát most nem biztos, hogy teljesen pontos számokat mondok, de azt hiszem a mezőgazdasággal foglalkozó embereknek, és itt most nyilván nem a nagy cégekre gondolok, hanem az egyéni vállalkozókra, őstermelőkre, akik ezért egy nagyon jelentős szegmense ennek a területnek. Azt hiszem a 70-80% az 60 év körül van, vagy talán 60 vagy 55 év fölötti, tehát abszolút látszik az előregedő tendencia, és ezt különböző intézkedésekkel próbálják ellensúlyozni. Például egyébként itt ennél a pályázatnál nagyon sokan ismerik, ez a fiatal gazda pályázat volt. Itt feltétel volt az is, hogy 40 év alattiak pályázhatnak csak, tehát hogy a fiatalabb korosztályt próbálták ezzel a pályázattal a mezőgazdaság felé irányítani, és valószínűleg ezért lettek ilyen nagyon kedvezők a pályázatnak a feltételei. Jó, ha nem a mezőgazdasági vonalat nézzük, akkor az elmúlt időszakban milyen akár az elmúlt 7 éves ciklusban milyen jellegű induló vállalkozásokat támogató pályázatok voltak?
Természetesen megvolt ez a pályázat a nem mezőgazdasági vonalra is. Hát szerintem az elmúlt 8 évben ott is legalább 4 olyan pályázat volt, ami a nem mezőgazdasági területen induló vállalkozásokat támogatta, illetve szokott lenni egy hazai támogatás is. Most ez a kettő, amit mondtam, ez mind a kettő uniós támogatás volt, de szokott lenni egy ilyen ennél kisebb hazai támogatás, amit a munkahelyi központok írnak ki, és az is a vállalkozás indítását támogatja, az mondjuk egy kisebb összeggel, de ez, amiről beszéltem, ez ilyen 4-6 millió forint visszanemtérítendő támogatást nyújtott az induló vállalkozóknak. Jellemzően itt egyébként egy tanfolyammal indult a pályázat, tehát egy ilyen vállalkozói tanfolyamot kellett elvégezni. Ennek a tanfolyamnak a lezárása egy üzleti tervnek a benyújtása volt, és akiknek támogatták az üzleti tervét, azt tudott utána pályázni, és azt tudta utána a támogatást lehívni. És itt is magánszemélyként indult mindenki, és akkor kellett majd vállalkozást alapítani, amikor már megvolt a támogatott üzleti terv, a támogatott pályázat. És hogy látjátok most egyébként, milyen jelen pillanatban vannak-e induló vállalkozásoknak pályázat? Vagy esetleg hallotok-e a pletykákat erről, hogy lesz? Jelen pillanatban nincsen, viszont az elkövetkező egy évben én azt gondolom, hogy biztos, hogy meg fog jelenni a mezőgazdasági területen és a nem mezőgazdasági területen is ez a két pályázat, vagy ehhez a két pályázathoz nagyon hasonló pályázat, úgyhogy aki vállalkozási indításon gondolkodik, és szívesebben indítaná ezt egy kis tökeinjekcióval, és nem esőes a dolog, azoknak mindenképpen azt javasolnám, hogy egy kicsit várjanak még, mert biztos, hogy lesznek valami támogatások. Hát ki az, aki nem így szeretné indítani a vállalkozását? Egy kis tőkeinjekcióval. Vannak türelmetlenek is, akik azonnal el akarják indítani. Hát nyilván, természetesen, igen. Igen. Beszéljünk még egy picit arról, hogy ugye alapvetően ugye egy pályázatra talán a legjobban előkészülni úgy lehet, hogy az ember előminősíti a cégét, hiszen előzetesen akkor megtud olyan információkat pályázati szempontból, vagy a pályázatíró szemüvegén keresztül, amiket ő mondjuk nem feltétlenül gondol, vagy nem tud, hogy így kell nézni a cégét. Hogy néz ki nálatok egy előminősítés? Milyen eredmények vannak az előminősítés után, amit ilyenkor megszoktatok beszélni a cégvezetőkkel? Uh-huh. Igen, ez valóban egy nagyon fontos része az előkészületeknek. Nálunk két lépésben történik ez az előminősítés, de még mielőtt ebbe belemennénk, talán egy párszor beszélnék arról, hogy pontosan milyennek az előminősítésnek a célja. De az előminősítés már mindig egy konkrét pályázattal kapcsolatban szokták kérni a pályázni vágyók, és igazából két fontos kérdésre akarnak választ kapni. Az egyik az az, hogy a cégük, vállalkozásuk megfelele azoknak az általános kritériumoknak, amiket az adott pályázat támaszt. Ez az egyik fontos. A másik fontos pedig az, hogy az a fejlesztési terv, amit meg szeretnének valósítani, az összhangban van-e a pályázat által támogatott célokkal, és hogyha bármelyik kérdésre is nem a válasz, akkor sajnos tovább kell lépni, és egy másik pályázatot kell keresni. Ez történik az előminősítésnek az első stádiumában. Itt a szakértő kollégáink megnézik az adott céget, azokat a fontosabb paramétereit, amit mondjuk itt akár a KO kritériumoknál, akár az általános feltételeknél felsoroltunk pár perccel korábban, illetve megnézik a fejlesztési tervet is, és azt, hogy ezt mennyi lehet összhangba hozni a pályázat által támogatott célokkal. És hogyha itt mind a két kérdésre pozitív választ kapunk, akkor szoktunk utána egy második részletesebb előminősítés, vagy inkább auditot csinálni, ahol pedig egy kicsit jobban belemegyünk mind a két témába, mert nagyon sok esetben
alakulhat ki olyan helyzet, hogy mondjuk valaki megfelel a pályázat által támasztott alapkritériumoknak, sőt, amit meg szeretne valósítani, az is összhangban van a pályázattal, csak éppen nem gondolja megfelelően végig a folyamatot egészen a megvalósításnak a végéig, meg a fenntartási időszaknak a végéig, és ebből azért lehetnek kellemetlen meglepetések, és sajnos a legkellemetlen meglepetés nem is az lehet, hogy mondjuk nem nyer a pályázaton, hanem az, hogy nyer, és mondjuk a megvalósításnak a közepén derül ki, hogy ezt ő nem tudja megvalósítani, és szélsőséges esetben ebből kisülhet egy olyan dolog, hogy ott áll egy félkész fejlesztéssel, amit utána nem tud használni, az összes pénzét beletette abba, hogy addig eljusson, és utána ott eljön a pont, hogy vissza kell fizetnie még azt a támogatást is, amit kapott, és a fejlesztés sem tudott elkészülni. Tehát az elején már végig kell gondolni az egész megvalósítási időszakot is, hogy ezt hogy lehet végvinni, mert elképzelhető, hogy valaki megfelel az alapkritériumoknak, a fejlesztési ötlete jó, de mégis vannak a pályázatnak olyan apróbetűs részei, ami miatt meg mégis azt tanácsoljuk az ügyfélnek, hogy inkább ezt a pályázatot most engedjük el, és várjunk egy másikat, ahol bizonyos paraméterek másképp lesznek. Mert hogy nem csak megnyerni kell egy pályázatot, hanem meg is valósítani, és én azt gondolom, hogy talán ez a vállalkozóként ez biztos benne, hogy ezek a pontok, amikben a legkevesbé gondol bele az ember, mert csak odáig tart az eufória. Jó, megnyertem. És akkor egy kicsit nézzük meg magát, ugye pont azt a részét, amiről most így érintőlegesen elkezdtünk beszélni, hogy megnyertük a pályázatot. De hát akkor jön általatok jellemzően ugye a legnagyobb kihívásként apostrofált megvalósítási időszak, és ugye erre pedig ugye tud segítség lenni, vagy hát erre irányul a pályázatírásnak egy pályázatíráshoz nagyon fontosan kapcsolódó részszolgáltatás, a projektmenedzsment. Tudsz erről kicsit beszélni, hogy megnyertük a pályázatot, utána mi lesz? Igen, egyébként ez teljesen így van, ahogy te is mondtad, hogy aki még nem pályázott, ők mindig ott kapják a nagy eufóriát, amikor megjön a támogatói döntés és pezsgőbontás, és mostantól minden szép és jó. De azért még ott is van egy-két feladat, és ahogy te is mondtad, az legalább annyira nehéz, mint megnyerni a pályázatot. Tehát ott jön az a rész, hogy igazából van egy támogatói döntés a kezünkben, ami egy kicsit gyakorlati oldalra lefordítva egy ígéret arra, hogy ha bizonyos dolgok teljesülnek, akkor bizonyos ütemezésben arra a projektre megkapjuk a vissza nem térítendő támogatást. És nem hiába van egyébként az is, hogy a legtöbb pályázatban elszámolható a projektmenedzsmentre is valamennyi valamekkora összeg, ez általában 2,5% a teljes projektösszeghez viszonyítva. Itt a projektmenedzser feladata az igazából az, hogy az egész megvalósítási folyamatot lemenedzselje. És itt az a szerencsés, hogyha azt csinálja a projektmenedzsmentet is, aki a pályázatot írt, ugyanis a pályázatban is már meg kell jelölni bizonyos mérföldköveket, amit bizonyos időn belül elérünk, itt már általában konkrét dátumokat kell megjelölni, és abból azért lehetnek kellemetlenségek, meg félértések, hogyha más csinálja a projektmenedzsmentet, olyan csinálja a projektmenedzsmentet, aki mondjuk nem volt ott a pályázati írásnál, vagy nem tud konzultálni a pályázatíróval rendszeresen. Igen. Na, tehát megkapjuk a támogatói döntést. Általában itt egy előleg lehívással kezdődik a folyamat. Ugye ezek a támogatások vissza nem térítendő támogatások, tehát vagyis egy utófinanszírozott vissza nem térítendő támogatások, tehát a megvalósítás után kapjuk meg. Régebben nagyon sok olyan pályázat volt egyébként, ahol egy összegben kellett lehívni a megnyert vissza nem térítendő támogatást utólag, tehát ott például abszolút rendelkezni kellett a projektnek a 100%-ával, ugyanis meg kellett valósítani az egészet, és a legvégén tudtuk csak lehívni, ugye, visszamenőleg a vissza nem térítendő támogatást. A mostani pályázatok már sokkal rugalmasabbak, tehát szinte mindegyik pályázatnál lehet előlegeket lehívni, és mondjuk
ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha valakinek megvan az önereje, a vissza nem térítendő támogatás mellett, így az egész projekt összeghez viszonyítva, akkor már meg tudja valósítani, egy kicsit bonyolultabb lesz a projektmenedzsment, egy kicsit több lehívásra lesz szükség, de kivitelezhető és megvalósítható lesz a projekt. Ebbe a szakaszba szerezzük be a megjelölt eszközöket, gépeket, valósítjuk meg a különböző fejlesztéseket. Nagyon sokszor egyébként egy helyszíni szemle is kapcsolódik ezekhez a megvalósításokhoz. Ez lehet akár az elején, vagy akár közben, de a végén általában mindig van, főleg a nagyobb projekteknél. És amikor teljesen megvalósul a fejlesztés, fizikailag, pénzügyileg is lezártnak tekinthető a fejlesztés, tehát beadtuk az utolsó kifizetési kérelmet is, amit kiutaltak, utána kezdődik a fenntartási időszak, ami pedig egy újabb fontos lépése lesz, és azért itt is lehet hibákat elkövetni, de ez azért már egy jóval egyszerűbb rész, mint a projektmenedzsment. És akkor a worst case scenario ezek alapján, hogyha az ember úgy megy bele egy pályázatba, hogy nem méri fel az erőforrásait, nem méri fel azt, hogy meg tudja valósítani, gondolom, ezt a fejlesztést, amire igényelte a támogatást, és nem tudja megvalósítani. Ilyenkor milyen szankciók szoktak lenni, amellett, hogy nyilván az addig lehívott összegeket vissza kell fizetni? Hát ez szokott lenni a legrosszabb verzió általában. Most, ha nagyon csúnya vége ez a pályázatnak, akkor az is lehet, hogy egy-két évre kizárják a támogatási rendszerekből, tehát nem pályázhat újra, de a gyakorlatban ilyenkor mondjuk ez a legkisebb problémája a pályázónak. Sajnos az elmúlt években sok ilyen ügyféllel találkoztunk, aki így, nem tudom, vagy egy kevésbé jó pályázatíróval, vagy esetleg önállóan ugrott neki, és sajnos sokszor olyan fázisban találtak már meg minket, amikor már mi se tudtuk megmenteni ezt a projektet, és itt ez inkább a gyakorlati oldal, a vállalkozás gyakorlati oldaláról jelentette sajnos sok esetben mondjuk azt a legrosszabb szenáriót, hogy az egész cég csődbe ment, mert ugye az, hogy legalább eljusson a felég, addig is már az összes likviditását felhasználta, és ott jött el az a pont, hogy akkor nem tudja továbbvinni, ott jött el az a pont, hogy vissza kell fizetni a vissza nem térítendő támogatást, és addigra már teljesen kiürítette a kasszáját, tehát egy félkész projekt lett, egy bedőlt pályázat, és egy cég, aki nem tudta visszafizetni az addig lehívott pénzt. Ez kicsit ilyen 19-en lapot húzni, nem? Igen. Ha egy kicsit ilyen... Van egy kicsit rosszabb szerintem. Blackjack analógia. Tehát akkor 20-ra kért lapot, még nem tudom, mire számított piros forra. De egyébként tehát azért nem szeretnék senkit elijeszteni, ez megfelelő előkészületekkel abszolút kiszűrhető, tehát ezek a legrosszabb esetek, és tényleg egy alapos előminősítés, egy alapos tervezéssel ilyen hibákban senki nem fog belefutni. Tehát, hogy alapvetően ez egy komoly, komoly önromboló mechanizmus kell, és nagyfokú makasság, hogy az ember direkt szúrjon ki magával. Igen. Kevés embernek sikerült, de azért... Hát vannak ilyen emberek azért, na, tehát, hogy a klasszikus szoktam mondani, nagy az Isten állatkertje és alacsony a kerítés, vagy Albert Einstein mondta, két dolog tágul folyamatosan, az világűrés, az emberi hülyeség, de az elsőben nem vagyok biztos, de több ilyen klasszikus idézettel nem szolgálnék, inkább ugye egy kicsit belementünk abba is, vagy ugye említetted, hogy sokan ugye akár olyan pályázatíró céget választottak ki, akinek csak az volt a fontos, hogy bekasszírozhassa a sikerdíjat, vagy az előleget, vagy bármit az égvilágon, és nem gondolkodott hosszú távon, vagy akár azt is például, hogy maguk kezdték el a cégek elkészíteni a pályázati anyagot. Erre két kérdésre szeretném, amíg kitérnénk, hogy alapvetően egyébként ez a szakma, maga a pályázatírás, miért gondolja a sok vállalkozó, hogy ő majd el tudja készíteni a pályázatot? Érdemes magunk nekiállni, vagy mindig érdemes szakemberre konzultálni? Hát akinek van mondjuk valami gazdasági területen szerzett diplomája és már készített pályázatokat, annak lehet, hogy érdemes megpróbálni, de mondjuk abban az esetben is, hogyha olyan pályázatot még nem készített, ami erről épp most beszélünk, akkor én nem biztos, hogy mondjuk a saját cégemen próbálnám ki a pályázatíró tudásomat, főleg nem elsőre, de viccetére téve, tehát ez is egy külön szakmává nőtte ki magát az elmúlt 15 évben. Nyilván vannak egyszerűbb pályázatok, és vannak nagyon bonyolult pályázatok,
De tehát ez kicsit, én egyébként a könyveléshez szoktam mindig hasonlítani, hogy számomra érthetetlen módon, még most is találkozok olyan mondjuk katás vállalkozókkal, akik azt gondolják, hogy ők saját maguknak tudják csinálni a könyvelésüket, és ez teljesen egyszerű dolog, és nem kell hozzá szakember, és lehet, hogy egyébként mondjuk az esetek, nem tudom, 50-60, ezt te biztos jobban tudod, százalékában nem lesz probléma, de a maradék 30-40 x százalékában pedig lesz probléma, mert előkerülhetnek olyan egyedi dolgok, amiket egyedül nem fog tudni megoldani. Hát igen, ez én ezt úgy szoktam mondani, hogy ugye az olcsók, tehát hogy két kategória van, az olcsó könyvelő az iszonyatosan drága, de az emberi hülyeség az még drágább. Tehát hogy ez szerintem maga a könyvelés is új, ez egy kinyitott a Pandora szelencéjét, mert most ebből a 35 perces adásból csinálunk egy 2 óra 35 perces adást, úgyhogy nem folytatom tovább ezt a monológot. Nyilvánvalóan kell, tehát hogy ez egy olyan szakma, aminél az ember, tehát hogy a megtérülés kockázat arány olyan exponenciálisan nagy egy könyvelő kiadásánál, amit egyszerűen egy racionálisan gondolkozó ember, és nyilván tudom, hogy itt a K.O. pont, hogy hát az emberek nagyon nagy része, vagy egy bizonyos része nem gondolkozik racionálisan, hát az a vállalkozó, aki meg azt gondolja, hogy nem kell könyvelő, az meg igen, nem is mondanék semmit. Úgyhogy tökre értem az analógiát egyébként, és ez teljesen igen, teljesen jogos. És milyen szempontok alapján érdemes akkor pályázatíró céget választani? Hiszen ugye ez a választás azért egy 4-6 éves közös munkát jelent. Igen, tehát mindenképpen érdemes azért jó alaposan körbejárni a témát. Egyébként nagyon kevés olyan speciális paramétert tudnék felsorolni, amit nem lehet elmondani bármilyen másik üzleti szolgáltatóra. Tehát én mondjuk, amikor üzleti szolgáltatót keresek, akkor mindig megnézem, hogy milyen garanciákat nyújt, hogy valami megbízható oldalon, például mint a Google-ön milyen ügyfélvélemények vannak, vagy bármilyen más platformon, mekkora csapattal dolgoznak, milyen eredményeket értek el az elmúlt évben, mióta működik a cég. Tehát igazából gyakorlatilag ezeket kell megnézni egy pályázatíró cégnél is. Nagyon fontos, hogy vállaljon garanciát a munkájára. Nagyon fontos szerintem, hogy valami szabad szemmel és jól látható múlttal rendelkezzen, mert ez azért előre vetíti azt is, hogy ugye, ahogy te is mondtad, itt nem egy pár hónapos közös munkáról van szó, hanem egy 5-6 éves közös munkáról, és talán mondjuk egy 8-10 éves cégnél nagyobb az esély, hogy 2 év múlva is még fog nekünk segíteni, mint mondjuk egy fél éve alakult cégnél. Szerintem érdemes azt is nézni, hogy pont az a pályázat, amit mi szeretnénk, tehát egy mezőgazdaság, egy lakossági vagy vállalkozás fejlesztéses pályázat, mennyire tartozik bele annak az adott cégnek a profiljába, ugyanis a pályázatíráson belül is ezek a például az előbb említett területek, bár mindegyik a pályázatírásba tartozik, nagyon különbözőek lehetnek. Például a mezőgazdasági pályázatok erre egy nagyon jó példa, amivel például sok pályázatíró cég nem is foglalkozik, nem is nagyon vállalnak ilyen pályázatokat, ugyanis itt a pályázatoknál azért kell egy üzleti tervet csinálni, tudni kell előre gondolkodni egy kicsit a vállalkozó fejével is, és például nagyon nehéz úgy mezőgazdasági pályázat írni, hogy a mezőgazdasághoz egyáltalán nem ért valaki. Tehát például nálunk a mezőgazdasági pályázatokat általában olyan pályázatírók írják, akik mondjuk az mehet, hogy rendelkeznek nyilván egy 5-10 éves pályázati tapasztalattal, valami mezőgazdasági diplomával is rendelkeznek, tehát arra az adott területre is rálátnak. Úgyhogy érdemes megnézni, hogy a kiválasztott cég az a mi általunk megölt pályázattal foglalkozik-e egyáltalán. A referenciákat mindenképpen érdemes megnézni, és interneten minél több ügyfélvéleményt felkutatni. És szerintem, hogyha ezeket a köröket valaki rendesen megcsinálja, akkor jó eséllyel egy jó céget fog kiválasztani. Miért nem csak a pályázatíró múlik a pályázat sikere? Ez az utolsó kérdésem a mai adásban, hiszen ugye itt felépítettük, megbeszéltük azt, hogy mindenképpen szakértőhöz kell fordulni, milyen szempontok alapján keressen az ember pályázatíró irodát, De van olyan, hogy nem csak a pályázaton múlik a pályázat sikere. Ennek mi az oka? Igen.
Általában mindenki a pályázatiról mutogat egyből, hogyha egy pályázat nem sikerül, de általánosan elmondható, hogy minden pályázati sikersztori, és egyébként ugyanez igaz a bukásokra is, három szereplős, és a három szereplőből valaki alul teljesített, és ezért lett belőle bukás, vagy mindenki jól teljesített, és ezért lett belőle egy sikersztori. És itt a három szereplő természetesen különböző ráhatási faktorokkal rendelkezik, de mindegyik azért megjelenik, és keresztbe tud tenni adott esetben a sikernek. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb az a pályázati szakember, aki az egész folyamatot menedzseli, és ugye ideális esetben irányítja a többi szereplőt is az előre meghatározott folyamatok mellett. A második nagyon fontos szereplő maga a pályázó. Tehát bármennyire is jó a pályázatíró, hogyha a pályázó nem rendelkezik konkrét elképzelésekkel, vagy nem kezeli prioritásként a pályázatot, akkor nem lesz belőle sikeres pályázó, és van még egy nagyon fontos szereplő, vagy inkább szereplők, a pályázatban megjelenő kivitelezők, vagy beszállítók, ugye ők azért fontosak, mert tőlük is nagyon sok anyagot kell beszerezni a pályázatokhoz, az árajánlatokat, a költségvetési összesítőket, én ide sorolom ugye a tervezőket is, akik szintén egy fontos része, főleg, hogyha a például a ingatlannal kapcsolatos fejlesztés is van. És hogyha ebből a három szereplőből valaki nem megfelelő hozzáállással és nem megfelelő szaktudással foglalkozik az adott pályázattal, akkor sajnos a másik két szereplő bármennyire is profi és bármennyire is prioritásként kezeli azt az adott projektet, nem fog megvalósulni, mert leszedjük az egészbe. Tehát nagyon fontos, hogy jól választjuk ki a pályázatíró szakembert, nagyon fontos, hogy mi is prioritásként kezeljük, és támogassuk a pályázatírót is, illetve a kivitelezőknek is konkrét útmutatásokat adjunk pályázóként, és nagyon fontos, hogy olyan kivitelezőket, beszállítókat válasszunk, akik jó esetben már láttak pályázatot, de ha nem is láttak, akkor is mindenképpen segítőkészek, és azokat az információkat adják, amiket kérünk. Tehát pályázatíróként nagyon sokszor találkozunk olyan kivitelezőkkel, az egyszemélyes köművestől kezdve, akinek mondjuk például, hogy milyen formában szeretnék kérni az árajánlatot, és ő azt mondja, hogy ez nem így kell, hanem másképp. És hát ilyenkor bajba vagyunk egy kicsit, mert próbáljuk meggyőzni, de sajnos nem mindig sikerül meggyőzni, és ez nem egy szerencsés dolog. Ilyenkor azt szoktuk javasolni a pályázónak, hogy keresünk egy másik kivitelezőt. Ami meg azért nem minden pályázatnál egyszerű, nem minden kivitelezésen egyszerű. Miklós László Péter, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy egy újabb adásban velünk voltál, és tovább tágítottad a pályázatokról és a pályázati világokról szóló információt a fejünkben. Köszönjük, hogy a Proa Podcast vendége voltál. Köszönöm szépen a meghívást. Ez volt a Proa Podcast 4. adása. Várunk titeket sok szeretettel 2 hét múlva, egy újabb fantasztikus vendéggel és egy rendkívül érdekes témával. Kövess minket Facebookon és Instagramon a további információkért, adásainkat pedig megtalálod a www.proa.hu/podcast oldalunkon, de elérhető YouTube, Spotify, Google Podcast és Apple Podcast csatornáinkon is. Köszönjük, hogy minket hallgattatok!